Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Bertalan Gábor, az autósámán. Kicsit mondhatnám viccelődösen, cinikusan azt, hogy 2022-ben arra cseréljük, amit egyáltalán kapható. De ez talán túl cinikus lenne, ezért egy picit helyezzük ezt a dolgot más megközelítésbe. Ugye nyilvánvalóan, amikor minket a Nelson Flottánál hasonló kérdéssel keresnek meg a tisztelt ügyfeleink, akkor azt egy beszélgetés követi, a beszélgetés pedig arról szól, hogy ugyan mire használod az autódat. És általában ez már jól tudja definiálni az irányt. Tehát aki gyakorlatilag mondjuk reggeltől estig a 7-5 munkanapján az autóját ügyféllátogatásra használja, amely ügyféllátogatás egyébként más várost, más megyét, az ország különböző pontjait érinti, az egy más felhasználási igény, mint amikor valaki azt mondja, hogy hát egyébként én bemegyek Veszprémből a külsőbb részekből a belvárosba, az irodámba, vagy átautózom éppen Füredre, vagy elmegyek Székesfehérvárig, és ott vagyok az irodámban, ahol egyébként tudnám is tölteni az autómat, mert még infrastruktúrám is van, meg egyébként napelemem is van a háztetén. Ez ugye ez egy egészen más kultúra. Én azt szoktam mondani, hogy ha erre a kérdésre már megvan a válasz, akkor már jó irányba álltunk, azonban van még egy kérdés. Ez pedig nem máshoz, vagy nem másról szól, mint rólam, felhasználóról. Mennyire vagyok én tudatos? És ez egy nagyon erős kérdés, mert hogyha az ember tükörbe néz, és azt mondja, hogy őszintén megvalva magamnak a választ, ez, vagy az, vagy amaz, és majd elmondom, hogy milyen válaszok lehetnek erre, attól függően ajánlok neki autót. A legmagasabb tudatossági szint az az, hogy igen, én tudom és vállalom, minden nap megteszem, hogyha kell otthon is és a munkahelyemen is, adott esetben valamely töltőponton a városban feltöltöm az autómat, az se zavar, ha fúj a szél, ha esik az eső, ha vizes a kábel, ha kis kosztüm van rajtam, vagy éppen öltönybe jöttem. A tudatosságnak ez a legfontosabb, vagy legmagasabb szintje. Általában olyan ügyfelet takar, akinek nagyon jól ajánlható, jól konvertál az elektromos autózásra. Ahogy a tudatosság épül lefele, én nekem nincs ehhez kedvem. Ne, hát hogyha már saras az a töltőkábel, hát most össze fogom piszkolni vele a kezemet. Most olyan gyakorlati példákat mondok, amit én például a feleségemtől hallok, tehát amikor azt mondja a feleségem, hogy szíven rak fel az autót, légy szíves tölteni, mert kint, mert csupakosz a kábel, és ugye a napi döntések ezekből az apró kis interakciókból jönnek ki, akkor szoktuk azt mondani, hogy akkor lehet, hogy neked nem az elektromos autó, hanem inkább egy plug-in hibrid. Vagy hogyha a tudatossági szint még alacsonyabb, és azt mondja, hogy figyelj, nekem se lehetőségem, se kedvem, se időm, meg ez az egész, nekem ez nem kell, akkor egy fázissal lejjebb csúszunk, akkor az öntöltő hibridek felé szoktuk volt a javaslatot megtenni. A Stúdió Veszprémet a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Ők a minőséget és a sokszínűséget díjazzák. Gyakorlatilag ez a két dolog. Mire használod, és mennyire vagy ebben tudatos, vagy mennyire vagy tudatos? Ha én behoznék azért egy harmadik dimenziót, Lacival erről beszélgettünk is, ez ugye az ár kérdése. Mennyire tekinthetjük ma drágának az elektromos, vagy a hibrid autózást befektetési szempontból. Tehát, hogy egyszerre meg kell venni, nem lehet darabonként megvenni, vagy esetleg van-e olyan megoldás és konstrukció, ahol nem kell az egész autó árát megfizetve beszállnunk egy ilyen történetbe. Tehát egyrészt az a kérdés, hogy drágább-e, jóval drágább-e még mindig egy hibrid vagy egy elektromos, mint a megszokott belső égésű motorral szerelt autó, illetve hogy kialakultak-e azok a finanszírozási megoldások erre, amik közelebb tudjuk hozni azokhoz is, akiknek távolinak tűnik még ez a kategória. Kezdem a végén, ami a szűkebb szakmám, a Nelson Flotta Leasingnél, ugye tartós bérletbe adunk autókat. Ennek megvan a tartós bérletbeadási
lehetősége, sőt, ennek már kezd kialakulni a kultúrája, ott sokkal könnyebben tud kompenzálni az elektromos autó. Nincs cégautóadó, nincsen forgalombajezés, nincsen teljesítményadó. Ezek összegszerűségében is jól tudnak konvertálni, amikor azt mondjuk, hogy ez a havidíjból visszaszámolható, tehát ezeket nem kell kifizetni. Ilyen megoldásokkal tud jól menni az elektromos autó. Az elektromos autó a mai napig is, vagy a mai nap is drágább, inkább így mondom, jellemzően drágább, mint az azonos összevethető belső égésű motorral hajtott autózás. Azért tettem ezt a kiegészítést, mert vannak gyártók, és ugye az európai szabályozás a gyártókat egyre inkább erre fogja lökdösni, vannak gyártók, akik már összeárazzák a termékeiket. Ez inkább a prémium szegmensben igaz. Tehát prémium szegmensben tudok neked olyat mondani, hogy azonos teljesítményszintű sportszedán, tehát azonos teljesítményszinttel mért sportszedán, milliókkal olcsóbb elektromosban. Millió. Magyarországon, de egyébként szerte az EU-ban ez még valahogy nincsen szabályozva. Ennek egyébként, hogyha szabad egy ilyen szakmai jövőbe tekintést tenni, ennek a szabályozása majd egy egészen más típusú adózás bevezetése lesz az Európai Unióban, ami valójában az autó használati adózás lesz. Tehát, hogy független attól, hogy te milyen gépjárművel közlekedsz, a megtett kilométereid után kell majd valamilyen adót fizetned, ehhez kell telemetria, ehhez sok minden kell, tehát ez még nem a holnap után, de mondjuk a következő 5 évben ennek már benne van úgy kb. A levegőben az íze. Tehát az, hogy az állam hogyan támogatja az elektromos autózást, hát Magyarország ebben nem teljesít fényesen, de hogy megnyugtassak mindenkit, Németország sem teljesít fényesen, ahol azért sokkal erősebb ebben a szándék. Gyakorlatilag óriási lemaradásban van az elektromos autó töltőhálózat Európában a tervezethez képest. Ugye ennek következményeképpen óriási hatása, vagy óriási lemaradásban van az elektromos autó darabszám is Európában, hiába nagyon erősen támogatja gyakorlatilag minden európai ország az elektromos autók megvásárlását, az infrastruktúra hiánya az bizony nagyon komoly. Magyarország nagyon rosszul teljesít ebben az összevetésben, és nyilván ott a legjobb az infrastruktúra, vagy fordítva, ott a legtöbb az autó, a legjobb az infrastruktúra, ezek ugye az északi államok, Norvégia, Svédország, Dánia, ahol nagyon nagy arány az elektromos autózás. Igen, Gábor. És Németországban állítólag valamiféle olyan dömping lesz, olyan széria, mint volt a Bogár, vagy később a Golf. Elképzelhető, hogy ez a bődületes széria, ez egy teljes átrendeződést fog jelenteni az elektromos autózásban, és ez megjelenik ennek a hatása Magyarországon is? Olyannyira, hogy amikor az ID3-at bemutatták, először az ID3-at nagyon sokáig vezették föl. Az ID3 a szimbolikus terméke a Volkswagen csoport irányváltásának. Nagyon-nagyon sokat készültek rá, nagyon sokáig vezették fel, és óriási bevezetése volt. Amikor bevezették, akkor én részt vettem egy olyan bemutatón, ahol ki volt állítva egy bogárhátú, ki volt állítva egy Golf, és ki volt az ID3, és azt mondta a Volkswagen, hogy ez a mi 3 korszakuk. Tehát a Volkswagen hivatalosan is úgy kommunikálja, hogy az ID3 gyakorlatilag a Volkswagen 3. korszaka. És ez egy nagyon-nagyon erős mondás, mert a Bogárral és a Golffal össze ugyanarra a platformra emelni, az egy nagyon erős üzenet. Természetesen nagyon fontos dolog, hogy mindig ugye az idő igazolja egy terméknek a sikerét. Tehát a Bogár nem attól lett Bogár, hogy az elején azt mondták a Porsche Nawel Piech azt mondta, hogy ez lesz a Bogár, ahogy a Golf sem azért lett a Golf, mert azt mondták, hogy ez a Golf. A Volkswagen ebben most elément, ő fordított egyet az irányon, és azt mondta, hogy ez lesz a következő generáció. Az ID3, vagy ID3 nagyon modern technológia, rengeteg pénzbe került előállítani. Azt azért el kell nektek, hogy mondjam, hogy itt ilyen több 10 milliárd
euróról beszélünk. Tehát maga a fejlesztési költség, ugye? Így van, az MLB platform fejlesztési költsége elképzelhetetlenül nagy összegbe került ez a dolog, és az ID3 valóban ebben a tekintetben korszakalkotó. Ismerve a Volkswagen lendületét, pénzét, vehemenciáját, piaci erejét, én biztos vagyok benne, hogy az ID3-mal, és egyébként inkább az ID3-at alkotó technológiai platformmal, amit MEB-nek hívunk, ez az E betű középen az elektromosságra utal, ez a moduláre elektrificiét, vagy valami ilyesmi Baukastennek hívják, az erre a platforma felépített és felépítendő rengeteg változattal kívánja egyébként ezt gazdaságilag is igazolni, ugye erre épülnek a Skodák, az Eniák, erre épül a Seattól, vagy a Cuprától, ugye a Born, erre épül az ID4, erre épülnek majd a későbbi a Coupé változatok, az ID Buzz, szóval ez egy család lesz, ami így szárba szökkent, de az első valóban az az ID3, aminek ilyen komoly szerepet szánnak. Igen, a Laci említette a Trabantot, mint a szülei autóját, és erről a típusról tudjuk, hogy egy viszonylag olcsó, megfizethető jármű volt. El fogja érni, tehát hogyha most ezt az ID3-ot nézzük, el fogja ez érni ezt a státuszt a piacon? Tehát lesz ez egy olyan megfizethető valamikor a közeli jövőben jármű, mint amilyen mondjuk annak idején a Trabant volt? Vagy ez illúzió? Az a helyzet, hogy ez nem csak a Volkswagennek a döntése, ők nyilván megtesznek mindent ezért. A világ úgy alakul, hogy a szabályozások, politikai szabályozások, gazdasági környezet egyre több és több és több technológiai innovációt követel meg egy autóban. Tehát ugye a Trabant azért lehetett olcsó, nem csak azért, mert végtelen egyszerű volt, mint hogy az elektromos autó sem egy bonyolult dolog, de a Trabantban azon kívül nem volt semmi. De a kor autóiban általában nem volt semmi. Azért, ha ezt összeveted egy mai autóval, ugye nyilván alapvető, ki sem mondott tétel, hogy nagyon biztonságosnak kell lennie. Ehhez természetesen illeszkednie kell rengeteg vezetési segédletnek, asszisztencia rendszereknek, az infotainment rendszerének olyannak kell lenni, a környezeti feltételeket meg kell teremteni, tehát hogy nem lehet bármiből az autó, újra felhasznált anyagokat kell kitalálni, új technológiákat kell megalkotni. Szóval egy szó mint száz, bár a Volkswagen tényleg próbálja alacsonyan tartani az autó árát, és ide még az akkumulátor előállításának a költségéről még ugye nem beszéltünk, mint egy nagyon komoly tétel, nem gondolom, hogy olyan szintű népautóvá válik a közeljövőben, mint mondjuk a Trabant volt. Hozzáteszem zárójelben, talán az Európai Uniónak már nem is az a szándéka, hogy az autós mobilizáció ilyen végtelenül elérhető legyen, tekintettel arra, hogy túl zsúfoltak a városok, rengetegen élnek benne, egyre nehezebb fenntartani ezeket a közösségi zónákat. Tehát én azt gondolom, hogy olyan nem lesz, de ez biztos, hogy a Volkswagen mindent el fog azért követni, hogy olyanabb legyen. Azért és aztán hát apámnak volt egy 1002-es Ladája, én azon tanultam mindent. Tehát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én úgy tanultam driftelni, hogy azt se tudtam, hogy úgy hívják. És nem volt akkor ugye téli abroncs, hát emlékeztek rá nyilván, nem volt sem téli abroncs, sem vezetéssegédleti rendszer, és mi a teleket azt gyakorlatilag keresztbeautózással töltöttük, később megtudtam, hogy az driftnek hívják, mi farolásnak hívtuk akkoriban, és maradt egy-két reflex belőle, de kifejezetten örülök, mert ez most néha jó jön. Aha, és mondtad, hogy elektromos autót is használsz, illetve prémium kategóriás autóban ülsz. Igen, igen. Szabadidődet milyen autóval töltöd? Azért ezt fontos tudnunk. Oké, tehát én gyakorlatilag minden héten tesztautóban ülök. Ez egy alapvetés. Sajnos, hogy hál' Istennek, de hát ez kielégíti a szakmai kíváncsiságomat. Van egy Bajor SUV-m, egy ilyen kék-fehér
körberajzolt kék-fehér márkájú SUV-m, ami a céges autóm, de van egy nagy büszkeségem, egy 1978-as V123-as Mercedes coupé-n van otthon a garázsba, és az elektronos e-appot szoktam lenyúlni a kollégáim elől, és hogyha tehetem, akkor azzal jövök, megyek. Dr. Tomokos Endre, környezetmérnök. Jelenlegi közlekedéssel kapcsolatban két súlyos aggály szokott általában megfogalmazódni. Az egyik az, hogy a belső égésű motorok azok rendkívül sok energiát használnak fel, és ez az energia ez véges valamennyire. Másrészt pedig igen sok környezeti hatással jár a fosszilis energia felhasználása. Mit jelent ez? Milyen időtávban okozhat problémát? Kell nekünk már most ezzel a gonddal foglalkoznunk? Alapvetően a fosszilis üzemanyagot jellemzően kőolajba állítják elő, tehát ez a fő forrása. Ez nem csak üzemanyagként, hanem egyéb energiahordozóként is, és egyébként nagyon sok termékünknek az alapanyagaként is szolgál, kezdve az egyszerű műanyagoktól, a kozmetikai termékeken át, nagyon sok minden egyéb termékben is benne van. Alapvetően a kőolaj készleteink a világban viszonylag hosszú távra elégségesek még, itt most azért több évtizedet, 50-100 évet kell gondolni. Tehát, hogyha így nézzük a kérdést, akkor nem, nincsen jelenleg olyan probléma, hogy holnap elfogyna a fosszilis üzemanyag, alapanyagos szolgál a kőolaj, ez nem okoz gondot. Nem is emiatt szoktuk azt mondani, hogy lehetőleg ez az útvonalat kerüljük, hiszen ez egy zsákutca, hanem amiatt, hogy ez a vonal, tehát gyakorlatilag a kőolaj kitermelés során elégetett szén a légkörbe kerülve olyan változásokat okoz a környezetünkben, ami hosszú távon gyakorlatilag élhetetlenné is teheti számunkra a Földet. Tehát itt még egyszer nem a környezet elfogyása, hanem a környezet védelme a cél. Hát azért itt ezt a generációs kérdést, hogyha már behoztátok, akkor ugye megjelent az első olyan generáció, amiről azt mondják, hogy klímaszorongók, ugye? És hát ahogy te mondtad, hogy nem az elfogyásától kell tartani, hanem a minőségromlástól gyakorlatilag. Tehát ez azért ilyen szempontból egy rövidebb időtáv, amiről beszélünk, hogy ez a fajta környezeti károsodás, vagy környezetkárosítás jóval rövidebb időtávon is kifejti a hatását. Ugye ezt is mondhatjuk. Így van, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha csak fosszilis energiára támaszkodunk, akkor hamarabb fog elfogyni az életterünk, hamarabb fog elfogyni a környezetünk, mint a kőolajunk. Tehát ezért kell váltani, ezért kell alternatívákat keresni. No, hát akkor itt tartunk most, hogy kifejezetten az autózásra koncentrálva, mert ugye ez a beszélgetés nagyon szerteágazó lehetne, de az autózásra koncentrálva a jelenlegi hagyományos belső égésű motorok mellett milyen alternatív hajtások jöhetnek szóba, ha ezeket csak így pár mondattal tudnád először jellemezni, aztán utána a részletekbe belemehetünk. Tényleg csak érint, hogyha az mindent szeretnénk fölvenni, akkor kezdjük azért ott, hogy a fosszilis üzemanyagnak is van alternatívája, ami gyakorlatilag a motortípus nem változtatja meg. Ezek ugye az e-üzemanyagok, vagy úgynevezett bioüzemanyagok kategóriája. Tehát az az üzemanyag, amit mondjuk növényi alapanyagból állítok elő. Itt azért természetesen nagyon más problémák is felvetődnek, például ugye az a terület, amin azt a növényt megtermesztem, azért nagyon hasznos lenne élelmezési célra is. Hogyha ettől eltekintünk... Akkor itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert ugye ez akkor a kukorica tud lenni, meg a napraforgó. Alapvetően. Igen, bár a mai technológia mellett szinte bármiből. Tehát gyakorlatilag mindenből lehet állítani, mindenféle növényi alapanyagból lehet állítani üzemanyagot. De Endre, akkor osztod azoknak a véleményét, akik ezt erősen kritizálják, amiatt, hogy élelmiszertermelés elől vesszük el a területet ilyen célra. Mint alternatíva figyelembe érdemes venni, hiszen vannak olyan maradványok, növényi maradványok, amikre lehet támaszkodni, de ez annyira kevés, hogy ez nem fogja megoldani a problémánkat. Tehát egy mezőgazdaság üzembe, hogy a szármaradvány felhasználja üzemanyag előállítására, az egy teljesen elfogadható dolog, de hogy ebből fog mindenki autózni, ez szinte képtelenség. Okay. Igen, akkor a következő. Hogyha ettől eltekintünk, akkor most a legnépszerűbb alternatíva az elektromos hajtásnak számít.
Az elektromos hajtás egy nagyon régi technológia, sőt az első gépjárművek gyakorlatilag elektromos hajtásúak voltak, csak később a fosszilis energiaoldozóknak a térnyerése, lobby ereje, illetve kényelmi funkciói ezt kiszorították. Tehát most gyakorlatilag csak újra visszatérünk az elektromos hajtás világába, és ma ez tartják úgymond a jövőnek. Itt az elektromos autózással kapcsolatosan sok dilemma van. Az egyik az az, amelyik szerint nem elektromos autóba kell átülni, mert az ugye egy probléma áthelyezés, hanem ki kell szállni az autóból. Jussunk majd el idáig is azért a beszélgetés végén, hogy akkor ezt az évet is lássuk. Így van. Ez természetesen ez lenne elvileg a vége, de én inkább úgy formázom, és akkor egy kicsit hogy előre spoilerezve, hogy nem átülni kell egy elektromos autóba, hanem elektromos autó használat megosztásra kell törekedni. Uh-huh. Tehát majd ez lenne az igazán, de ezt majd esetleg a végén részletesen megbeszéljük. Okay. Egyébként, hogyha majd a kényelmi funkcióknál járunk, akkor mostanában kezdte terjedni, és egyes országokban, például Svédországban gyakorlatilag szinte egyeduralkodóvá válni, az úgynevezett öntöltő hibrid megoldás. Amikor egy kisméretű, nagyon hatékony, nagyon energiatakarékos, jellemzően benzinmotor csak és kizárólag az akkumulátor töltéssel foglalkozik, tehát semmilyen kapcsolatban nincsen a kerekekkel, annak a motornak egy funkció van, hogy töltse az akkumulátort, onnantól megint elektromos autózás kényelmét élvezzük, és ez körülbelül 2,5-3 literes fogyasztással megoldható 100 kilométeren, ami ugye a mostani benzines gépjárművekhez képest kifejezetten jó. Persze, itt ugye megint egy köztes megoldásról beszélünk csak. Azért köztesről, mert ugye hát mégiscsak fosszilis energiát használ föl, tehát ha hosszú távú célunk az, hogy ezt kiiktassuk a rendszerből, akkor bármilyen jó is mechanikai szempontból azért mégiscsak ez nem lehet egy időtálló megoldás. Így van, ez gyakorlatilag, ha szigorúan nézzük, akkor egy fosszilis üzemanyag a működő gépjármű. Tehát ugyanúgy van neki károsanyag kibocsátás, a kipufogó gáza, minden ugyanúgy megjelenik, mint egy fosszilis gépjárműnél. Igen, de lényegesen kevesebb. Igen. Így van, tehát fele harmada, sőt, akár még kisebb is lehet, tehát negyedére is lemehet a környezet szennyezés okozása, hiszen még egy hagyományos fosszilis gépjárműveknél egy gyorsítás esetén nagyon nagy mennyiségű károsanyag keletkezik és kerül ki a levegőbe, addig itt ilyen nincsen, mert állandó egyenletes teljesítménnyel mozog a motor jár, és gyakorlatilag a kibocsátása lehető legoptimálisabb. Tehát ezt a 2-3 liter üzemanyagot is úgy égeti el, hogy a legkisebb környezetszennyezést okozza. Még egy hagyományos gépjárműnél ott a fékezés-gyorsítási ciklus jelentősen befolyásolja a kibocsátást. Igen, nem tudom, hogy van-e még olyan meghajtás üzemanyag típus, ami szóba kell, hogy kerüljön, mert hogyha eljutottunk a végére, akkor majd kérdeznék, de mondd, hogyha van még más alternatíva is. Rengeteg alternatíva van, amivel kísérleteznek, kezdve akár mondjuk a sűrített levegős hajtással, ami például bizonyos targonca típusoknál már teljesen elfogadott és elterjedt. Tehát ilyen megoldások is léteznek, de ezek gyakorlatilag a közforgalomban nem valószínű, hogy el fognak terjedni. Úgyhogy ha én most csak a lakossági közlekedésre gondolok, akkor gyakorlatilag a hibrid, a tisztán elektromos, illetve a hidrogénes hajtásba látom a jövőt. Aha. Nyilvánvalóan lehet skálázni ökológiai lábnyom szerint is. Most nekem az jutott eszembe, hogy megcsinálunk egy elektromos hajtású autót akkumulátorokkal, és még beleteszünk egy benzines motort, akkor ezeket így pakoljuk egymásra, ezeket a terheléseket tulajdonképpen. Hogy lehet ezt skálázni, hogy melyik ma az, amiről azt gondoljuk, hogy a legkisebb környezeti terhelést jelent? Majd amikor a ciklus végére értünk, ugye amikor az autót már ártalmatlanítva kivontuk a forgalomból és újra hasznosítottuk. Jelenleg az elektromos autóknak a legnagyobb környezeti terhelését az akkumulátorok okozzák, illetve maga az elektromos áram előállítása. De hogyha most csak a gépjármű fizikai testét nézem, akkor egyetlen az akkumulátor okozza a problémát. Egy ilyen öntöltős megoldásnál egész kisméretű, tehát gyakorlatilag 20-30 km-es hatótávra elég akkumulátort bőven elég beletenni a kocsiba, a gépjárműbe. Tehát itt az egyik legnagyobb szennyezést már is kilőttük az elektromos autózásnál.
hiszen egy kis akkumulátor kerül bele. A bekerülő benzinmotor pedig lényegesen egyszerűbb szerkezetű, sokszor nem is négy ütemű, sima kétütemű, vagy sokkal egyszerűbb megoldású benzinmotorról beszélünk, kevesebb alkatrésszel, sokkal egyszerűbb vezérléssel, tehát itt is csökken a környezeti kár, környezeti hatás. Tehát összességében ma a teljes életciklusát tekintjük, akkor vagy az öntöltő hibrid, vagy a tisztán elektromos gépjármű a nyerő. Ha viszont kicsit jövőre tekintünk, akkor szinte biztos, hogy a hidrogénes fogja vinni a pálmát. De azért ott még erős fejlesztési igények vannak. Elsősorban a hidrogén tárolás tekintetében, tehát a üzemközbeni tárolás tekintetében, biztonságos tárolás tekintetében. Tehát az azért még várat magára. Sokan mondják, laikusok is, hogy az elektromos autózás az most lehet, hogy tévút, és a hidrogén hajtás fog majd a jövőben inkább szerepet kapni. De azért ezt egy picit ki kellene bontani, mert ha jól tudom, van már a tömegközlekedésben, legalábbis az autóbuszoknál elsősorban, külföldi nagyvárosokban láttam hidrogénhajtású buszokat, ott előszeretettel alkalmazzák ezt a megoldást. Viszont nem látni még, hogy a személykocsiknál ez alkalmazásra kerüljön. Mi az oka annak, hogy a személygépjárműveknél a kutatás, fejlesztés, az innováció az nem tart még ott, hogy ezt minden nap alkalmazzák? Elsősorban a vevőknek a gondolkodása. Tehát nem annyira technológiai problémáink vannak, mint az, hogy egyik részről a vevők még tartanak tőle. Azért a hidrogénről eléggé veszélyes dolgokat hallunk, tehát robban, mi történik vele, hallják, hogy mekkora nyomás uralkodik be egy ilyen hidrogéntartályba, azért az már a laikusnak is egyértelműnek tűnik, hogy mondjuk egy 800 ezer, több, vagy akár több ezer báros tartály a kocsi hátuljába az esetleg veszélyesebb lehet, mint mondjuk egy sima üzemanyag tartály. Másik részről pedig ugyanaz a helyzet, mint az elektromos autózásnak a hajnán, úgymond, tehát mondjuk 30 éve ezelőtt, hogy Magyarországon jelenleg három kút van, három hidrogén kút van. Hogyha majd terjednek ezek a hidrogén kutak, már pedig fognak, hiszen az Európai Unió az európai hidrogén gerinchálózat kiépítését eltökélte 2035-ig, akkor gyakorlatilag ez el fog tűnni, és onnantól már a lakosság is jobban fog rámozdulni erre az gépjármű típusra. Endre, lehet olyan összehasonlítást tenni, hogy mondjuk egy kilométer megtételéhez elegendő mondjuk elektromos áram vagy hidrogén előállítása között mi a költségkülönbség és a környezeti terhelés különbség? Mind a kettő borzasztóan függ attól, hogy hogyan állítjuk elő. Nézzük most csak egyszerűen az elektromos áramot, hogyha ezt nézzük. Ugye amikor azt mondjuk, hogy elektromos autóval közlekedek, akkor én valamennyire büszke is vagyok magamra, hogy kevés környezeti szennyezést okozok. Ez így általánosságban egyébként igaz, de nagyon függ attól, hogy honnan jön az áram, hogyan jön az áram. Hogyha azt nézzük, hogy egy átlagos gépjármű, tehát mondjuk egy benzines gépjármű, egy Európában futó átlagos benzines gépjármű, 101 kilométeren 180 kilogramm, 180 grammnyi, tehát még egyszer 1 kilométeren 180 grammnyi széndioxid egyenértékű szennyezést okoz. Addig például egy magyarországi elektromos hálózatból töltött, tehát teljesen normálisan konnektorból töltött gépjármű, ha az elektromos gépjármű, akkor nagyjából olyan 60 grammnyi széndioxid kibocsátásért felel kilométerenként. Ez viszonylag alacsonynak számít, mert például, hogyha én Lengyelországban élnék, és ott dugnám rá a konnektorra ezt a járművet, akkor az már 210 grammnyi kibocsátást jelentene, tehát környezetszennyezőbb lennék az elektromos autómmal, mint hogyha egy benzines gépjárművel közlekednék. Tehát így ezért a környezeti hatást nehéz megbecsülni. Ha meg persze mondjuk a saját napelememről töltöm az elektromos autót, akkor szinte nulla, ami azért nem teljesen igaz, nagyjából 20-22 grammnyi széndioxid kibocsátást okozok az elektromos autózásommal kilométerenként. Tehát nagyságrendileg tizedét, mint a benzinnel okoznám. És csak arányaiban a hidrogén ehhez képest mit tud? A hidrogénnek ugye nagyon sok fajtáját különítjük el,
ezt színekkel szoktuk jelölni, a legtisztábbnak tekinthető az úgynevezett zöld hidrogén. A zöld hidrogénnel körülbelül 5 g-nyi széndioxid kibocsátást lehet elérni egy kilométerre vetítve, tehát negyede, mint a legjobb napelemes megoldásnak. De azért meg kell mondani, és itt ezért megint egy nagyon nagy veszély van, mert létezik például másik véglet, az úgynevezett barna hidrogén, ahol viszont ugyanez a gépjármű kb. 350 g-nyi kibocsátást fog kilométerenként okozni, ha barna hidrogénnel megy. Mind a kettőt hidrogénnek hívjuk, amikor egy kútnál majd tankolok, nem is fogom tudni, hogyha nem írják rá, hogy ez milyen típusú hidrogén. Tehát megint ugyanaz a helyzet, hogy attól függ, hogy állítjuk elő. Árviszonylatában jelenleg még a hidrogén drága. Tehát lényegesen drágább, mint az elektromos árammal hajtott gépjármű. Nagyjából a benzingépjárművek árkategóriában mozog, de azon már versenyképes. Tehát benzinesen versenyképes, pár éven belül biztos, vagy akár már egy-két éven belül a dízeljárművekével is versenyképes lesz, és szerintem rövidesen az elektromos árammal is versenyképes lesz. Amit láttál, László, hogy például egyes helyeken már buszok azzal mennek, azok olyan helyek, ahol egyébként például fölöslegbe termelődik vagy energia, vagy hidrogén. Magyarországon is számos olyan üzem van, ahol fölöslegben termelődik hidrogén. Tehát hidrogén előállításra kerül, de nem tudnak vele igazából mit kezdeni. A gyártás folyamat. Mondasz egy példát, hogy el tudjuk képzelni, hogy hol keletkezik ilyen? Most inkább a cégeket nem nevesíteném, de vegyipari folyamatok, ez tipikusan vegyipari folyamatoknál szokott keletkezni. Viszont az, hogy fölös energia keletkezik, az már nagyon sok helyen van. Tehát most csak a legegyszerűbbet nézve, már akár a veszprémi szennyvíztelepen is keletkezik rendszeresen fölös energia, főleg amióta ugye a napelemes rendszerükkel is képítették, tehát az ott lévő gázmotor és a napelemes rendszer kombinálásával sokszor már több energiát termelnek, mint amire szükségük van. Ezekre a telepekre bármikor lehet hidrogén termelő rendszert építeni, hiszen ezeknek a kiépítés egész kisméretű is gazdaságos. Innentől már csak az a kérdés, hogy utána föl tudjuk-e használni ezt a hidrogént. Értem. Azt gondolom, hogy ahányféle szokás van, jármű használat, annyi féle pozícionálása lehetséges a jármű beszerzésnek. Így van. Annyival talán azért ezt finomítanám, hogyha a te példádra élve mondjuk 50 km-re nem megyek naponta többet, akkor én már nem is piagént vennék, hanem tisztán elektromos gépjárművet vennék, hiszen azoknak is, a legalacsonyabbaknak is, legkisebb hatótávolságnak is azért egy 150 km-es hatótávolságok van. Tehát, hogyha egy napi 50-60 km-nél biztos nem megyek tovább, akkor bőven elég egy ilyen kisméretű, olcsóbb elektromos gépjárművet beszereznem, és ezzel fogom a legjobb eredményt elérni. Hiszen azért a plug-in hibridek, azok azért csak mindig magukkal viszik az üzemanyagot, magukkal fogják vinni a motort, amit, hogyha tényleg csak 50-60 km-t megyek, teljesen fölösleges, mert soha nem fog bekapcsolni. Persze, ott van mellette az a biztonsági érzet, hogyha kell, akkor bármikor át tudok váltani üzemanyagra, és mehetek vele bármennyit. De én akkor inkább így mondanám, hogyha egy autó van, akkor tisztán elektromos nem szabad venni. Ha második autót veszek, akkor viszont már nagyon erősen el kell gondolkodni az elektromos autó világába. Uh-huh. És egyébként, ha csak a környezetvédelmi szempontot nézzük, akkor sem biztos, hogy egyébként ma még elektromos autózásba kell gondolkodni, hiszen egy Euro 5-ös, 6-os dízel motor már rendkívül tiszta. Tehát nagyon nagy tisztaságú, alig bocsát ki szennyezéseket. Abban az esetben, ha jól karban van tartva, ami azért magyar viszonyok között egy másik nagy kérdés. Ha most itt teljesen személyesen nézzük a dolgot, nekem egyébként most egy 24 éves autóm van, ami eléggé öregnek számít, ugye, de évente, mondjuk tavaly évet nézve 1800 km került bele, tehát nincs egy nagyon használt állapotban a gépjármű, és egyébként most így 23 évesen, lassan 24 évesen van benne egyébként 140 ezer kilométer, tehát összességében sincsen nagyon használva. Én azt vallom, hogy mint ahogy egyébként az autózásnak azért van egy ilyen része is, hogy a szabadsághoz, illetve a főleg amikor még család, a kicsik voltak a gyerekek, akkor azért a biztonsághoz hozzátartozott az, hogy a kocsi álljon a garázsba. Na most az, hogy amikor ez az autó elhagy engem, mondjuk olyan állapotba kerül, hogy már a műszaki nem megy át mondjuk ezt, akkor, hogy lesz-e új autóm, ez már nagyon kérdéses.
Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken. Az epizódot a Patronus Klub támogatta. A Kianti Apartments, a Szófia Magánklinika, a Nyugalom, a Targonca Trade, a Ring Auto, a Vita King, a Royal Kert, a Triton Life és a Grimman. Köszönjük!